Rovent is egyértelműen, Roland Buszkátot is kinéztük. Én úgy gondolom, hogy az előzetes megfigyelések, illetve kapcsolat alapján ő egy megfelelő segítség lehet a csapatunknak. Egy korábbi sajtótájékoztató már szóba került a máltai válogatott középpályás Roven Muscat, mint lehetséges érkező. A 23 éves középpályás a legutóbbi szezonban a Birkirkara labdarúgója volt. A 8-szoros válogatott futballista a nemzeti együttesben 2012-ben mutatkozott be. A D-Pasa együttesének a máltai játékos idén már a harmadik új igazolása, a horvát védő Dino Gavrič, valamint az egykori győri kapus Nagy Gergely után. Ott van a gól! Hát mondtam, hogy meg lesz! Az együttes egyébként egy hétig Ausztriában készül a következő szezonra. Az osztrák edzőtáborban Bőr Zoltánék csütörtökön a horvát első osztályú Zadar, majd szombaton az ukrán élvonalban futballozó Zorya Lugansk ellen tesztelhetik a különböző játékszisztémákat. Az edzőtábor szombaton ér véget, ezt követően az együttes vezetősége még egy edzőtábor tervez. És ott a gólunk! Petneházi Márk!